Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mélyen tisztelt kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntünk benneteket ezen délelőtti istentiszteleten. Istentiszteletünket megkezdjük és énekelni fogjuk a 221-es számú énekünket. Rendületen építek az ígére. Mennyi jó atyánk, hálatel szívvel állottunk meg szent színed előtt, ez illőt óra kezdetén is, megköszönjük te néked szeretetedet, gondviselő kegyelmedet, jóságodat, indított a szíveinket ebben a nehéz időben is, eljöhettünk a te szent házadba, itt, ahol dicséríteni óhajtunk tégedet. Megkérünk szépen, szent lelked által, jelenjél meg te is közöttünk, és fogadjál el bennünket, mint gyermekeidet, áldjál meg minden egyes tagot, akik eljöttek, kedves vendégeinket. Különösképpen imádkozunk a te szolgáldira, akit felhasználni, szólj az igét számunkra. Áld meg őt is értelemmel, bölcsességgel. Imádkozunk azokért, akik nem tudtak eljönni a rossz idő miatt, beteg gyermekeidet, idős testvéreinkért. Hallgass meg az ő imájukat és a miénkkel egyetemben. Köszönjük szépen, hogy meghallgattál a Jézus nevében. Amen. Néhány kijelentéssel szeretnék elébetek jönni, kedves testvéreim. A könyv felelősünk, Nagy József testvérünk felhívta a figyelmemet arra, hogy többi könyvei mellett található nála román nyelvű Biblia, nagyon kedvező áron, 40%-os árengedménnyel, akit esetleg érdekli.
az felveheti vele a kapcsolatot és megvásárolhatja. Felszeretném hívni a kedves figyelmeteket arra, hogy tegyük szívügyünké az egymásért való könyörgést. Látjátok, hogy soraink bizonyára a rossz idő miatt is, a havazás és a nagy hideg miatt ugye elég sok üres szék van, és nem sokan nem tudtak eljönni gyülekezetünkbe. Sok beteg is van a körünkben, úgyhogy ne szűnjünk meg a betegeinkért imádkozni. És mint ahogy azt szoktuk, hétről hétre van egy-egy család, akiért gyülekezet jó szokása szerint imádkozik. Az előttünk álló héten Centje György és kedves családjáért fogunk imádkozni. Volna még egy kijelentésem. Azoknak a figyelmét szeretném felhívni, akik vállalták azt a kötelezettségüket, hogy a Sola Scriptura könyvüzlet bérleti díjának a támogatásához hozzájárulnak. Ugye ez a munka folyik most már több mint egy éve, és hűségesen adakoztunk. Az elmúlt héten volt bizottságunk, és a gyülekezetünk pénztárosa felhívta a figyelmünket, hogy bizony van egy kevés lemaradás azok részéről, akik vállaltuk ezen kötelezettségüket. Ugye időkörről időre meg szoktuk ezt említeni, tegyétek meg, és nem csak azok is, mások is belekapcsolódhatnak ebbe az adakozásba. Köszönöm a figyelmet, most pedig hallgassuk meg a tizedért és az adakozásért való felhívást. Isten ígéreteit áldásonként értelmezhetjük, és annak ellenére, hogy nem az én gondolataim, vagy ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mivel Isten végtelenül szeret minket, feltárja előttünk a Jézus Krisztus által elnyerhető megváltás tervét. Ezen terv és Jézus Krisztus áldozatának elfogadása által az emberek az Istentől jövő áldások bőségében részesülnek. Egyik ezen ígéretnek a megváltási terv, mely révén Jézus Krisztus a világra jött, hogy megváltsa azt. Az, aki bűnt nem ismert, bűnélet érettünk. Ezen változás által Jézus megtapasztalta az atyától való elszakadást és a kereszthalált. Ezért az apostolok cselekedetében ez van írva. És nincsen senki másban üdvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk. Tized és adományok, amelyeket ma felajánlunk Isten naponta reánk árasztott szeretetéért és kegyelméért érzett hálánkat fejezik ki. A mai gyűjtés a helyi gyülekezet költségvetését szolgálja. Megkérem a diakonus testvéreket, gyűjtsék össze az adományokat. Dicső teremtő és megváltó Istenünk, mint néped, tiszta szívből hálát adunk neked a nyugalomnap reggelő délelőtti órájában, hogy megadtad, amit megígértél, hogy vetés, aratás,
lesz, még föld lesz. Aki kenyeret ad az éhezőnek, és magot a magvetőnek, köszönjük, hogy megadtad a mindennapi szükségleteinket. Köszönjük, hogy a nehéz helyzetekben is nem szűkölhetünk a te kegyelmedből, jóságodból, gondviseléseddel elláttál bennünket, munka lehetőséggel, és ezáltal megadtad a mindennapi kenyerünket. Most, amiből a te akaratod és parancsolataid szerint elhoztuk a téged megillető részt, a tizedet, hogy fenntartsad a gyülekezetünket és annak szükségleteit. Fogadd el kedvesen tőlünk, de fogadjál el bennünket is így, ahogy megálltunk előtted, és add meg a kellő lelki táplálékot is néped számára, ami sokkal fontosabbnak tartunk a fizikainál. Köszönjük, hogy megadott kérésünket, mi áldunk magasztalunk és dicsértünk téged Jézusunk nevében. Amen.
Hála Istennek, hogy együtt lehetünk. Az idő lehet egyeseknek nem engedte meg azt, hogy itt együtt imádják Istent velük, de hiszem azt, hogy minden őszinte lélek otthon, ezen pillanatokban, az imádat pillanatában Isten felé fordul, és Istent szeretné jobban megismerni. Az igazi bölcsesség egyik elengedhetetlen jellemzőjéről szeretnék a Biblia segítségével egy pár dolgot megemlíteni. Példabeszédek 9. fejezetének 7-től 12. terjedő versek alapján. Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, s aki fedi a latrot, szégyenére lesz. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged, fedd meg a bölcset, és szeret téged. Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeid. Ha bölcs vagy te magadnak, ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát. Bölcs Salamon szembeállítja az igazi bölcsességet a vélt bölcsességgel. És azt mondja, hogy az igazi bölcsességet néha a vélt bölcsességtől, persze nem az egyedüli, de többek között egy nagyon fontos tulajdonság különbözteti meg. És amint itt látjátok, a csúfolódó és az igazi bölcs szembeállításából kiderül az, hogy az igazi bölcsre mindig jellemző az, hogy fedhető. Mindig lehet figyelmeztetni. Mindig lehet útba igazítani. Ellentétben a csúfolódóval, akit soha nem lehet útba igazítani, soha nem lehet felhívni a figyelmét arra, hogy tévedett, vagy valamit rosszul tett. Ez a lényeges különbség, mondja Bölcs Salamon a kettő között. Természetesen a felolvasott igerész rengeteg értékes tanulságot tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, hogy igazából mi is jellemző teljes egészében mindenekelőtt az igazi bölcsességre, miért az igazi bölcset lehet mindig fedni és útba igazítani, miért a csúfolódót nem lehet fedni, dorgálni, fegyelmezni. Miért van az, hogy az egyik egyféleképpen viszonyul hozzá, miért van az, hogy a másik teljesen ellentétesen viszonyul hozzá. A 10. vers szerintem az, amely segít megérteni igazából a két dolog közötti különbséget. És szeretném, hogyha ebből indulnánk ki. Az egész példabeszédek könyve valójában ezzel a gondolattal kezdődik is. De most Salamon úgy érezte, hogy különösképpen még egyszer ki kell hangsúlyozza ezt a fontos igazságot. És pedig a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség. Tehát a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Sokszor az emberek összetévesztik a bölcsességet a szellemi képességgel, intelligenciával, vagy IQ-val, ahogy szokták mondani. Igazából az igazi bölcsesség magába foglalja a szellemi képességet, az intelligenciát. De nem szűkül le csak ennyire. Mert igazából a bölcsesség sokkal több szellemi képességnél. Mindenek előtt, és ezt értem meg a 10. versből, mindenek előtt szellemi,
erkölcsi, bocsánat, vonás és jellem. Tehát erkölcsi vonás és jellem. Ezt viszont az ember csak is az Istennel való kapcsolatban, az Isten megismerése által tudja elsajátítani. Egy az intelligencia, és egy az igazi bölcsesség. Az igazi bölcsesség magába foglalja az intelligenciát, a szellemi képességet. De nem korlátozódik csak ennyire. Mert a bölcsesség kiinduló pontja az Isten félelem. És az Isten félelem teszi az embert erkölcsössé. Az Isten félelem teszi az embert igazából jellemessé. Ebben az Isten és ember közötti kapcsolatban tanulja meg az ember az egyik legfontosabb jellemtulajdonságot, és pedig az alázatot. A csúfolódó nem alázatos. Ezért nem tudja elfogadni azt, hogy ő tévedhet, és valaki más útba igazítsa. Az igazi bölcsesség kiinduló pontja pedig az Istennel való kapcsolat. És az Istennel való kapcsolatban az ember mindig megtanulja azt, hogy valaki sokkal felsőbbrendű, mint ő. Meghaladja őt. És ezért mindig az Istennel való kapcsolatban az ember alázatos. Nem lehetsz Istennel kapcsolatban, hogy és ugyanakkor öntelt legyél, magabiztos. Mindig alázatos leszel akkor, amikor Istennel vagy kapcsolatban. Úgyhogy ezért van az, hogy az igazi bölcsességnek a kezdete, mondja Bölcs Salamon, az Isten félelem. Mert csak is az Isten félelem következtében leszel jellemessé. Csak is az Isten félelem segít meg arra, hogy erkölcsös legyél. Nagyon érdekes az, hogy Salamon hogyan jellemzi, vagy hogyan azonosítja a csúfolót. Itt a fordítás egészen téves, tehát nem tudom, hogy mire gondolt Károli. Elolvasom a 7. verset, ugye a Féber vers segít megérteni még jobban a mondani valóját. Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, és aki fedi, nem alatrot, semmi közel Héberről a szó, szerint egyszerűen gonosz, istentelen. Tehát, és aki fedi a latrot, a gonoszt szégyenére lesz. Tehát a gonosz, az istentelen ember, az csúfoló. A gonosz, istentelen ember az, aki nem tudja elviselni azt, hogyha útba igazítják, ha fedik, ha dorgálják. A következő vers pedig azt mondja a 8. versben, a 2. része, fedd meg a bölcset, szeret téged, adj a bölcsnek, még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. Tehát a bölcs az ugyanakkor igaz is, azért igaz, mert ő istenfélő. Tehát sokkal többről van szó, mint egyszerűen intelligenciáról. Itt Istennel való kapcsolatról van szó, amelyhez hozzájárul természetesen a szellemi képesség. De nem csak erre korlátozódik. Mert egyrészt van az istentelen ember, másrészt pedig az istenfélő ember. A másik, az istentelen ember, az csúfolódó, az gonosz, az istenfélő ember pedig igaz. És elfogadja a fedést, az útbaigazítást, a dorgálást, a kritikát, viszont az istentelen nem tudja ezt elfogadni. Ugyanakkor azt mondtam, hogy a bölcsesség, ugye az igevers alapján, jellem és erkölcsi vonás is. Igen, mert mi alatt a bölcsember az szereti az őt megfedőt, vagy útbaigazítót, a gonosz ember mit csinál? Gyűlöli, azt mondja az igevers. Gyűlöli azt, aki igazából segíteni szeretne rajta. Aki igazából a javát akarja. Van egy másik igevers, amely segít jobban megérteni, majd vissza fogok erre térni, de most egyelőre csak egy dolgot akarok kihangsúlyozni, mert a két csoport közötti különbséget akarom kihangsúlyozni, és különösen a jellemességet. A 27. rész 6. versében azt mondja Bölcs Salamon, hogy jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Tehát az istenfélő, a bölcsember, az mindig
védekezni fog, és visszautasítja a hízelgést. A bölcsember sohasem fogadja el igazából a hízelgést. Nincs szüksége ilyesmire. Nem ebből táplálkozik. Viszont a gonosz, az istentelen emberre jellemző a hízelgés, és az hízelgésnek az elfogadása. A gonosz ember állandóan annyira öntelt, hogy nem tudja elfogadni azt, hogy ő tévedhet. Mi alatt a bölcs ember elfogadja azt, hogy ő tévedhet. És ezért neki akkor gyanús valami, amikor mindenki dicséri, amikor mindenki hízeleg neki, amikor mindenki csak jót mond róla. Ott a bölcs ember fel fog tenni egy kérdőjelt, és azt fogja mondani, hogy valami nincs rendben, nem nálam, hanem a többinél. Mert a bölcs ember mindig tudja, és tudatában van korlátainak. És ezért akkor, amikor mindenki jót mond róla, ott valami nincs rendben. Halljátok, még Jézus Krisztusról sem mondott mindenki jót, pedig igazából jó volt. Mennyire inkább érvényes ez emberekre? Hát a bölcs ember akkor gyanús, amikor jót mondanak róla. A gonosz, istentelen, csúfolódó ember pedig állandóan miután szalad a dicséretért, az értékelésért. Ebből él, és lehet mondani, hogy ezért él. Mi alatt a csúfolódó megutálja azt, aki útba igazítja. Nagyon érdekes a 8. versnek a 2. része, ahol az van mondva, hogy az igazi bölcs embert megfedni dupla nyereség. Nyer az, aki megfedi és útba igazítja, és nyer az is, akit megfedte. Azt mondja, hogy fedd meg a bölcset, és szeretni fog téged. Ha útba igazítod a bölcsed, akkor azt értékelni fogja. Akkor valahogy úgymond viszonozni fogja azt, amit tettél érette. Szeretni fog. A következőkben nagyon röviden meg akarom említeni, hogy miért az igazi bölcs elfogadja mindig, persze, amikor építő, amikor van alapja és létjogosultsága, a fedést. Miért? Elsősorban azért, mert mindig tudatában van korlátainak. Tudatában van annak, hogy ember, és véges. Tudatában van annak, hogy sebezhető. Tudatában van annak, hogy nem tud mindent. Tudatában van annak, hogy valamit lehet még jobban. Akkor a második dolog az, hogy az igazi bölcs ember mindig szeretne fejlődni. Valahogy lehet azt mondani, hogy elégedetlen önmagával. Sohasem elégszik meg azzal az állapottal, vagy azzal a szinttel, amelyre eljutott, hanem mindig valamivel többet szeretne. Pál apostol azt mondja, nem keresem ki, ismeritek, Filippi beliekhez írott 3. levelének 3. fejezetében, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék. Tehát ő, aki ténylegesen, ami a szent életet életi, egy egészen magas szintre eljutott, mégis mindig tudatában volt annak, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék. Még nem jutott el oda, ahova kellene. És ezért állandóan azért harcol, latba veti minden erejét, hogy előre a növekedés felé haladhasson, a végső cél felé. Tehát az igazi bölcsember tudja azt, hogyha megfedik, hogyha útba igazítják, hogy valahol ez normális. Sőt, örven neki, sőt, értékeli. Újból felszeretném olvasni a 27. a példabeszédek 27. részének a 6. versét, az előbb felolvasott igeverset, mert itt az van mondva, hogy jó szándékból való a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. A fedés, a dorgálás, az útbaigazítás, az önmagában nem rossz dolog. Bölcs Salamon azt is tanácsolja az embereknek, hogy soha ne utálja meg az ember az isteni dorgálást, az isteni fedést sem.
mert az igazi bölcs az mindig tudatában lesz annak, hogy a fedés, a dorgálás az a fejlődés kulcsa és lehetősége. A bolond ezt nem tudja. Az istentelen ezt nem tudja. De az, aki állandó kapcsolatban van Istennel, az, aki megtanulta az alázatosságot Istentől, az az ember mindig is tudatában van annak, hogy egy fedés az a fejlődés lehetőségét nyújthatja számára. Ezért mondja azt, hogy jó szándékból valók a barátságos embertől versebek, és nem érdek a gyűlölőnek csókja. Most nem akarom most ezt tárgyalni, hogy van, aki nem őszintén teszi ezt. Természetesen lehetséges. De maga az, hogy a fedés, az útbaigazítás önmagában nem mindig rossz, hanem igazából, ha egy őszinte valakitől jön, akkor az a növekedésnek a nyitját jelentheti. Csak egy nagyon kis egyszerű ótestamentumi példa, amelyet mindnyáján ismerünk egyik alkalommal. Egy bölcs asszony fedését, úgymond útbaigazítását az egyik értékes király, Dávid király becsüli és értékeli. És azt mondja az első Sámuel 25. fejezetének 33. versében, emlékeztek, mikor Abigail elébe ment, mivel férje Nábál, és nevének jelentése, emlékeztek, bolondot jelent, megtagadta azt, hogy Dávidot megvendégelje abból, amit a nyúlnyírás alkalmával szerzett. A 33. versben azt mondja Dávid, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban esem, és ne saját kezemmel szerezek magamnak elégtételt. Látjátok, az igazi bölcsember rájön arra, hogy de jó, hogy megállítottak, de jó, hogy megfedtek, de jó, hogy megdorgáltak és útba igazítottak. Mennyire jó, mert megóvott valami rossztól, vagy másképp alakulhat az életem ezentúl, vagy jobbá tehetem az életemet, jobb döntéseket hozhatok, jobbíthatok az életminőségem, vagy bármin. Tehát egyszerűen a halladás, a fejlődés lehetőségét kínálja fel, akkor, amikor az ember értékeli a fedést és a dorgálást. A 9. vers pedig, visszatérek példabeszédekhez, azt mondja, hogy adja bölcsnek, s még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. A bölcs az mindig tudni fogja, hogy akkor, amikor fegyelmezve van, vagy útbaigazítva, akkor neki lehetősége van fejlődni. Ő azt saját javára használja. Azzal csak nyerni fog. Egy rákkutatóról, dr. Robert Goodról mondták a kollégája azt, hogy ő az egyedüli, aki nagyon hamar kész lemondani saját véleményéről, felfogásáról, akkor, amikor természetesen objektív bizonyítékokat hoznak fel. Az egyik kollégája mondta róla, és ez a gondolat tetszett nekem, hogy Dr. Good soha nem házasodott össze véleményével, vagy felfogásával, vagy kutatásának eredményével, és ezért, mivel soha nem házasodott össze ezzel, soha nem ment át az elválás fájdalmas pillanatain. Tehát valahol nem azonosul teljes mértékben a felfogásával, a kutatásának az eredményeivel, hanem ő önmaga maradt, és hogyha azokon kellett változtatni, akkor ez nem ejtett csorbát az ő egyéniségén. Ő az maradt akkor is, még hogyha valamikor egy rossz felfogása, rossz véleménye, rossz meglátása volt valamilyen téren is. Ez egy nagyon értékelős, tanulságos dolog. Egy másik érdekes történetet olvastam, amelyből igazából tanulhatunk, Abraham Lincolnról. Egyik alkalommal történelem azt mondja, hogy kedvezni szeretett volna egy politikusnak, és ezért parancsot adott bizonyos katonai alakulatok áthelyezésére. Amikor a hadügyminiszterhez elért a parancs, akkor ez megtagadta a parancs végrehajtását, és azt mondta, hogy az elnök bolond. Persze a jóindulatú emberek gondoskodtak arról, hogy minél hamarabb visszajusson az elnök fülébe a
hadügyminiszter reakciója, és ő a következőket mondta. Ha Stanton, a hadügyminiszter mondta azt, hogy bolond vagyok, akkor lehet, hogy igaza van, mert neki legtöbbször igaza van, és azonnal visszavonta a parancsot. Hát tanulhatunk, persze nem volt istentelen ember, sőt, ezek az emberek mind-mind ismerhették Istent, és azért tudtak néha alázatosak lenni, azért tudták néha elfogadni mások útbaigazítását, figyelmeztetését. Egy pszichológus mondta azt, hogy mi emberek inkább vállaljuk azt, hogy tönkre tegyen, hogy megsemmisítsen bennünket a dicséret, mint hogy életbe maradjunk, vagy megmeneküljünk a dorgálás, fegyelmezés, vagy kritika által. Ezek értékes gondolatok. Inkább meghalunk, és inkább vállaljuk azt, hogy dicsérjenek, nem számít, hogy mibe kerül, mint sem elfogadjuk az építő kritikát természetesen, és életben maradjunk. Én most nem tértem ki erre, és nem is szándékom, nem is célom ez alkalommal azt tárgyalni, hogy most akkor, amikor jön a fedés, a dorgálás, annak megvannak a keretei. Tehát az igazából szerető ember, és a másikon segíteni, javítani szerető ember, az mindig megfelelő módon mutatja be, közvetíti a dorgálást és a fedést. Ez más lapra tartozik, és ez egy más téma. De most különösképpen azt akartam kihangsúlyozni, hogy az igazi bölcsesség egyik elengedhetetlen jellemzője az, hogy az embert lehet tanítani, lehet figyelmeztetni. Mert ezért is mondtam, hogy az igazi bölcsesség az Istennel kezdődik, az Isten félelemmel. Mert akkor alázatos az ember. Az istentelen ember, vagy a csúfolódó, hogy itt bemutatja, aki nem tudja eltűrni a dorgálást, a fedést, az útbaigazítást, az tele van, annak az életében csak is az én uralkodik. Én és én. Annak soha senki nem mondja meg, hogy mit tegyen, hogyan tegyen. Ő mindent tud. És valójában azért, mert mindent tud, soha nem fog bölcsen és soha nem fog fejlődni. Tehát az igazi bölcsesség egyik jellemzője az, hogy elfogadjuk a kritikát. Ha valaki fed, ha valaki útba igazít, a dorgál, a fenyit, fogadjuk el, mert igazából ez építő lehet. Nagyon tetszik az, ahogy befejeződik a 12. versben, ha bölcs vagy te magadnak. Ha pedig csúfoló vagy, magad vallott kárát. Galata 6-6-7 jut eszembe. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki bölcs, az elfogadja a kritikát, vagy a figyelmeztetést, és megmenekül. A bolond pedig, nem mondhatom azt, hogy elpusztul, de viszont sokba kerül neki az, hogy kitart, makacsul a véleménye mellett, és nem akar változtatni, akkor természetesen, amikor vannak bizonyítékok arra, hogy érdemes változtatni. Az igazi bölcs nem változtat a változás kedvéért. De amikor alapos okai vannak arra, hogy ezt megtegye, meg fogja természetesen tenni. Egy fájdalmas dolgot vettem észre, és pedig azt, hogy jó, mindnyájan tévedünk ezen a téren. Erről sajnos ez igaz. Van annyi büszkeség bennünk, és annyi megtéretlenség még sajnos, hogy néha ne kezeljük úgy a dolgokat, ahogy kellene. Hogy néha a fedést és a dorgálást egészen másképp könyveljük el, mint ahogy az igazi bölcs tenni. Tehát itt nagyon sokat kell még tanulnunk. De egyszerűen most egy kicsit így vallástéren szeretnék beszélni. Megfigyeltem azt, hogy mindnyájan tudjuk, és lehet rengeteg kérdésünk van ezzel kapcsolatosan, miért ennyi felekezet, ennyi vélemény, felfogás a keresztény valláson belül. És ha nem hiszem, hogy ez az egyedüli ok. És ugyanakkor tisztában vagyok annak is, hogy mindezen dolgok, szakadások mögött ott van Sátán terve, amely úgy működik, hogy divide et impera, hogy oszd fel és uralkodj. Tudom, biztos vagyok benne, hogy Sátán tevékenységét nem lehet letagadni.
De ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a az igazi bölcsesség ezen jellemzőjét nem vették komolyan a keresztények. Mert abban az esetben, amikor az ember figyelmeztetve van, fedve, dorgálva, hogyha komolyan vette volna a keresztény egyház, különösképpen a keresztény egyház vezetői az évszázadok alatt, akkor nem lett volna ennyi szakadás. Hogyha emlékeztek, a történelem bizonyítja, hogy Luther ki akart válni a katolikus egyházból. Ott akarta hagyni azt az egyházat, annyira szerette. Annyira szerette volna megreformálni az egyházat. Ha az emberek, persze, a Szentírás alapján ellenőrizve, rájöttek volna arra, hogy tényleg elfogadták volna, hogy Luthernek igaza van, és mondjuk építő kritikaként fogták volna fel a dolgokat, akkor nem jutottunk volna ide, ahol ma vagyunk. Tehát ez a sok-sok szakadás is azt bizonyítja, hogy az ember nem akarja elsajátítani az igazi bölcsességnek ezen jellemzőjét. És ez minden téren így van. Inkább belehal az ember, inkább ketté törik, mint hogy elfogadja azt, hogy valamit ben tévedett, valamiben mellé fogott, valamit nem csinált jól, és valamit lehet jobban is, lehet tökéletesebben is. Ezért említettem meg Pál apostol gondolkodását is. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volni. Tehát bármikor még tudatában vannak annak, hogy kell nőjek, és kell fejlődjek. Ne felejtsük el, az igazi bölcsességet Istennél, Isten jelenlétében, Istennel való kapcsolatban tanulja meg, sajátítja el az embert. Itt lesz igazából az ember alázatos. Itt lesz tudatában annak, hogy gyarló, tévedhető, bűnös, és nem tud mindent. Tudásának az ember akkor van, tudása korlátainak akkor van igazából tudatában, amikor Isten felé tekint. Adja jó Isten, hogy bölcsek legyünk. Úgy, ahogy itt Bölcs Salamon megfogalmazta a bölcsességet. És próbáljuk a bölcsességnek ezen jellemzőjét is alkalmazni az életünkben. Tűrjük el, fogadjuk el a fedést, a dorgálást, az útbaigazítást. Ne gyűlöljük, hanem szeressük, értékeljük azt, aki ezt teszi. Viszonozzuk, ugye, pozitív módon a másiknak az útbaigazítását. Amen.
áldásos délelőtti istentiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk a 235-ös számú énekünket. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, hogy a bölcsesség az veled kezdődik. Add, hogy minél jobban megismerhessünk téged, minél meghittebb kapcsolatba lépjünk te veled, hogy eképpen a te szent jellemed az áthasson és átformáljon mindnyájunkat. Köszönjük azt, hogy akkor, amikor te dorgálsz, vagy útba igazítasz, vagy ezt mások által teszed meg, te azért teszed, mert szeretsz bennünket, és szeretnéd azt, hogy fejlődjünk. Add, hogy megtanuljuk tőled az alázatosságot, a szerénységet, és mindig gyarlóságaink, bűnösségünk és korlátaink tudatában éljünk. Add, hogy tudnánk utánozni a Krisztusi jellemet, és tudnánk igazából szeretni azokat, akik körülöttünk vannak. Amen.